Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt ismételten az ABC gyilkosságok Poirot története című sorozatunk harmadik epizódja. Én ismerem a történetet, röviden ennyi. Itt van velem Attila, aki viszont nem. Hey. Na, ugye előző adásunkban megnéztük Aliza Sörnek a dohányboltját tulajdonképpen, és itt elkezdtünk beszélgetni Poirot, illetve a felügyelőkkel, és megvan egy gyanúsítottunk, ugye a szomszéd üzletnek a boltosa. Mary Drovert kell megkérdeznünk, most ez lesz a feladatunk. És különböző kérdések felmerülnek még továbbra is bennünk, amikben el kell gondolkodni. Viszont azt mondanám, hogy... Hogy? Igen, csak hogy tudok oda menni, hogyha szeretnék menni? Vagy először le kell tisztáznom ezeket, és utána mehetek? Lehet. Na nézzük. Ugye két kérdést itt letisztáztunk a mi kis agyacskánkban, hogy... Ugye első körben azt kérdeztük magunktól, hogy rablógyilkosság történt-e. Erre a válaszunk az, hogy nem. Így van. Hogy oldalról találták-e meg Mrs. Ashert, vagy oldalról ölték-e meg. Erre a válasz az, hogy igen. Nézzük azt a kérdést. Mit keresett ott az ABC könyv a Counter? A pulton. Na nézzük ezt a kérdést. Vagy hogyan kerül... mivel magyaráznánk meg a ott létjét? Hát, hogy ott van. Igen. Meg a papír. Nincs esély arra, hogy itt legyen. Ja, meg a mi notesszünk, illetve a mi általunk érkezett levél. Az biztos, hogy kelleni fog. És nem volt más eladható. Tehát biztosak vagyunk abban, hogy a gyilkos hagyta ott ezt a bizonyos üzenetet. Nem? Ez alapján gyaníthattuk azt, hogy bizony ezt a gyilkos hagyta ott. Nem azt kell, hogy rá kell ide klikkelnem? Nem. Na, nyomozzuk ki azt a másik két kérdést, jó? Mit csinált éppen Mrs. Asher, miközben megölték? Nézzük ezt a kérdést. Itt első körben rögtön berakom a gyufás katuját, illetve a dohányt, mert szerintem éppen dolgozhatott. Rendezetlenül álltak. És a feje hátulján volt a sérülés, úgyhogy... Kiszolgálás közben ölték meg. Ez ugye még nem 18-as karika, amiről beszélünk. Jó, és akkor még egy kérdés van, amit viszont nehezebben fogok tudni fordítani. Be tudjuk-e határolni az időt? Amikor meghalt a hölgy? Akkor találták meg, de még 6-kor már nem volt. Húha, itt hiányzik egy nyomunk, valami vissza kell majd mennünk. A testet 11-kor találtuk, viszont élve még 5:30-kor volt, úgyhogy behatároltuk az időpontot, mikor halt meg. Lejjebb tudjuk-e csökkenteni az időkorlátot, és miért? Húha! Itt próbálgatások lesznek. Szerintem az a harmadik talán. Ezt meg kéne találnunk, ezt a nyomót, mert nem tudom, hogy mi lesz ez. Szerintem nem kitettünk fel minden kérdést, nem le. Kell nekünk az a harmadik, mert anélkül nem tudtam ezt megcsinálni. Oké, nem kérdeztünk meg mindent önökkel. Úgyhogy menjünk vissza. Inkább az, hogy nem nyomoztuk ki őt, nem? De nem kérdeztünk meg mindent.
Nem kérdeztünk meg mindent tőle? Nem, mi vagyok nem kérdés. Várjál, hallottam valamit. Én hallom azt, hogy valaki itt sír. Eltűnt a hulla. Menjünk be hátúra. Közben elvitték innen a... A micsodát. Várjál, itt a székre rá kell néznem. Nem, a... Nézzünk be... Aha! Nézd csak! Te nézd! Nyomozzuk ki. Van egy zsepi a kezében. A másik keze az viszont... Ja nem, a, itt most a ruhát nézzük. Fekete ruha. Fejlett? Fekete ruha? Modest. Modest az sötét. Sötét, száraz. És a szemei viszont lefelé néznek. Szerintem ez hiányzott. Beszéljünk vele? Beszéljünk, amíg a társadalmunk. Jó. Na, beszéljünk vele. Aha, ő a... Ő volt az egyedüli családtagom, amióta meghalt az anyukám. Volt-e neki gyermeke? Ezt kérdezzük. Nincs gyermeked? She was separated from her husband. What do you think about Franz Asher, your aunt's husband? He never left her. Ezt nem teljesen értem ezt a. Én nem is tudom elolvasni. Nem látod, vagy mi? Mindenről. Most olvastam volna. Fedezzük meg, hogy feltár. A férjétől? Was your aunt afraid of her husband? He shouted a lot, but she wasn't afraid of him. Why he kiabált sokat, de nem féltem tőle. Vagy ő nem félt tőle. Lehet, hogy a válás lehetett egy megoldás? Mi? Neked az ünk, hogy jól van, azt keresem. Vagy pedig megkérdezzük, hogy rendben van a Alice-szal? Nem. Mit csináljunk? Másikat a válás. Should I ask for a divorce? Oh no, sir! My aunt has principles! Principles, well, ez mi? Your aunt's principle, I've led her to the morgue. Ajaj, most kicsit kiindítottuk őt. Kérlek, vidd haza ezt a fiatal hölgyet. Hűha! Na nézzünk, mit tudtuk meg Mary Droverről. Ő volt az egyedüli családtag. Bebiztosította számunkra, hogy Franz, vagy leigazolta azt, hogy Franz-esről bűnöző, vagy nem bűnöző, hanem erőszakos. Viszont ő félt a feleségétől. Tehát a Franz. Miért? A férj félt a feleségtől. Az igen. Csak legalábbis feleségünk, mivel te is van. Na, mi a következőnk? Keressük meg Frances sört. Jó. Ez valami csodálatos. Egyértelműen nem itt lesz a boltban. Nyertünk valami trófeát. Viszont akkor így meg tudom talán oldani a nyomozást, nem?
Illetve ott a felmerülő kérdés, hoppá? Jó, részeg állat. We have to wait for him to sleep it off. He's all yours, Poirot. There are a few things I need to check. There must be some way of sobering him up. I wonder what his wife used to do. He must have scared the customers away. Aha, megkaptuk a Escher-t. He's not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Valahogy fel kell ébresztenünk őt. Először én azt mondom, hogy tegyük meg azt, hogy a gyanút, gyanunkat itt ezt oldjuk meg, jó? Ja. Még mindig nem jó. Hiányzik egy nyom. Akkor az... Yes, kéne. Térjed kéne. Vannak itt még kérdések. Átnézni Franz miért drop? Nem, átnézni a dolgait. Aha, notorikus alkoholista, erőszakos temperamentummal. Ismerőselem. Na nézzük, igen, átnyomozhatjuk. Hoppá, itt még nem találtunk meg dolgokat. Hoppá, harisnyák! És egy könyv. Alice Asher-nek a notebookját. The fruit seller has debt too. She will probably be more cooperative thanks to this piece of information. Aha, itt lejegyzetelte, hogy ki mit, ki vásárolt milyen értékben, és benne volt az zöldséges is. Az ügyesen. Tízzel tartozott. Aha, 10 pounddal tartozott. Jó. Valahogy próbáljuk meg felébreszteni Francot. A Francot. Ez ugye Apple. Várjuk fejbe valamivel. Nem, valahol volt, valami ital volt valahol, azt hiszem. Nem. Ez nem gyógyszer volt? Ja, de lehet, hogy gyógyszer volt. Széges. Most nem tudom. Nem. Várja, viszont ott találtunk, megnézem ezt a kérdés dolgot, jó? Jó. Lehet, hogy ez hiányzott ott. Nem. Még mindig hiányzik egy nyom nekünk. Mivel tudjuk felébreszteni? Önnek olyan a fejbevágni. Lesz várni fele, ki kell menni és úgy jön el. Nézzük meg még egyszer ezt itt. Minden nap találtunk. Hát, mégis valahogyan fel kell ébresztenünk őt. Hát lehet, ki kell menni sűrűvel. He's not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Jó, szerintem. Tanulta? Igen. Menj ki és menj be. Jó. Oda. Azt nézd. A bottle of poor quality vinegar. The smell could awaken. Aha, gyenge erősségű vinegár. Ecet. Ez jó lesz érdeztésünk. Hát csak nem tudom fölvenni. Ja, ez fel kell tenni a halottat, ez az illat. Valami ilyesmit mond szerintem. Próbálok keresni valami olyat, amivel fel tudom. Mivel lehet még beszélni? Kérdezzünk még tőle valamit? Ja. Ja.
According to the victim's account book, you order. Ja, igen, közben felmerült az, hogy aha, azt mondja, hogy igazából csak egy panivel lóg neki. Elég legyen a hazugságokból. Now, please be so kind as to explain this. Look at my account book, and it's only 11 pounds for fruit and vegetables. Alice tartozott nekem 11 pounddal. Ja. She owed me 1 pound. Oh. And that reminds me I have to get it back from her niece. That is quite enough. Your account book has saved. Ja, hát persze, szegények voltak. Olyan szinte szegények ezek szerint, hogy adósságaik voltak. You want to go to prison? De én nem ezt kérdeztem. Nem csináltam semmit. Szerintem itt lehet, hogy itt túlmentünk egy bizonyos határon. Hát én nem ezt kérdeztem volna, Gyuka. Nem ezt mondtam volna. Én viszont kaptunk egy nyomot. Ali Zesher vette el a pénzét, vagy... Na, most már talán meg tudjuk csinálni? Igen, meg tudjuk csinálni, na. Senkit nem látott 6-kor a boltban. És ott a hulla. Aha, és ő kellett, hogy... 5:30 és 6 óra között történhetett a gyilkosság. És akkor innentől kezdve ez már így akkor ki van nyomozva, plusz 5 egópont. Akkor ki kéne... Hát igen, most vissza kéne mennünk és ki kell találnunk, hogy hogyan ébresszük fel a francot. El tudjuk venni a nyomozva. Anoka? Mondd? Most már fel tudtunk. Megnézzük. Ám bejött Hastings, meg a felügyelő. He's not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Hát akkor Jeppel kéne beszélni. Priority is to question Asha. Nem. The priority is to question Asha. Aha, az fel kell ébresztenünk, most már azt kéri a játék. Ó, az ecet, hogy tudjuk megszerezni? Hát felébreszti a halottat is. Igen, ezt mondtam az előbb. Hát csak hogy tudom megszerezni? Hát nem tudom. Nincs olyan gomb erre, hogy Most már meg tudom szerezni. I'll just borrow your bottle a moment. Elkérhetem egy kilátra az üveget? Próbálja meg nem kiüríteni az üveget. Jó, megkaptuk az üveget. Erre amíg rájöttünk, azért ez durva. He's not in any condition. Na, nézzük, hogy mit csinálunk. Jó reggelt! Mes amis, I can say without a doubt that poor Mrs. Asher was killed between 5:30 and 6. Killed when the street was packed with people. Nem sikerült. Bold. I've been talking to the neighbors and... No one's seen anything? Or rather it's anything... Senki sem látott semmiséget. Semmit. No. Yeah. We must grill this villain Asher before he falls asleep again. Gyorsan meg kell kérdeznünk Ashert, mielőtt még újra elalszik. Először szemtanuljuk ki, és remélhetőleg az nem számít bele az időben, nem? This man is in rather a bad state. Három dolgot kell észrevennünk. Van egy véres száj. Kicsit a ruha az elég csúnya. Ja, szakadt váll, és a szeme az fekete, tehát be van monokrízva, vagy mi. Aha, alkohol illata van, és éppen bunyózott.
Jó, akkor most már beszélhetünk, igaz? Na. Mit adjunk neki? Szerintem kezdjük azzal, hogy mit csinált tegnap este. A gyilkosság ideje alatt. Nincs válasz. Mondtam, hogy... Próbáljuk meg biztosítani, hogy ez fontos nekünk. Nem emlékszik semmire sem. But maybe you do remember threatening to kill your wife? So what? You shouldn't take things so seriously, sir. Nothing but empty threats. We didn't get on all that badly. Are you often involved in fights? I don't know what you mean. Beszéljünk a bunyójáról? Asha, look me in the eye and tell me that you were in a fight. I'm looking. No, I wasn't in a fight. Nem voltam verekedésben. Looking at the state of you, you did not defend yourself. So someone gave you a good beating. A beating? No way. All right, he tore my coat and gave me a black eye. You see the state of him. Very interesting. Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything. Yesterday afternoon I met Tegnap délután megismertem Roddick Tannert. An illegal bet, naturally. Yes, sir. Our dog won. És miénk lett a... tehát ő kutyafuttatóban. Kockázt, illetve feltettünk egy kis pénzt, ő nyerte el, illetve ő megnyerték, viszont ő vitte el az egészet. És neki az a gyanúja, hogy ő ölte meg a feleségét? Viszont Ashernak az alibiát leigazolták, tehát nem ő a gyilkos. Ebben az időpontban tehát ő nem lehetett itt. But he is not very educated. It certainly was not him who wrote the letter signed ABC. Let's resume these things. És ő sem lehet, és nem illik rá az a levél, amit az ABC-től kaptunk. I agree with you on that point. And the murderer left an ABC. Tehát kizártuk őt is, jó? Indeed, but that doesn't explain why and how he did it. You are quite right. Why he did it is a mystery. But as for how he did it, we do know enough to try and reconstruct the events. Na, az úgy tűnik, hogy elhagyjuk végre ezt a helyszínet. Ajaj, rekonstruálnunk kell a történéseit a gyilkosságnak. Bejött a gyilkos a boltba. Szia, Bugi! Bejöttem én. Először advanszoljuk. Köszönti a emberkét. Szerintem még megkérdezzük is úgy. Kér néhány tobakót, és ekkor üti le. És utána megfordítjuk, és úgy teszi le. Igaz? Igen. És kíváncsi lettem volna, hogy mi lett volna, ha rosszra klikkelünk. Pontosan így történhetett a gyilkosság. Sikeres lett a rekonstrukció. Azaz, megnyertük ezt. Eddig hogy tetszik? Nekem vagy... Attilának, de majd mindjárt beszélünk róla. She gave Franz Asher money regularly. She was an old money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it. The murderer is insane. No, it's you. And I fear that we had not heard the last of him. I hope you're wrong for once. Yeah, let's go back to London. Menjünk vissza Londonba. We should catch the 2:07 train. Are you coming? No, unfortunately, I have to talk with Andover police. Viszont Jeff felügyelő nem tud eljönni velünk vissza Londonba. Viszont elhagyjuk a helyszínt. Na, túl vagyunk az első helyszínnek a nyomozásán.
újra otthon vagyunk. Van-e tippet, hogy hogy néz ki a gyilkosunk? Közepes magasságú emberkel, vörös hajjal és gyanús szemekkel. Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement a la Sherlock Holmes. Now for the truth. I do not know what the murder aha, is. Aha, csak így beképzelte, hogy hogy néz ki, de nem tartunk még ilyen szinten, hogy meglegyen, hogy hogy néz ki az emberünk. Viszont, hogy mit tudunk csinálni, arra az a válasz, hogy semmit. Tehát még egyelőre túl... Na, megjött a postás. Na, nézzük a következőt. Olvassunk el egy levelet. Várjál, kaptunk üzeneteket. Ezt a második mondatot le tudod nekem fordítani, Attila? Itt vagy, Attila? Mondtál. Le tudod fordítani nekem ezt a második mondatot? Lehetséges, hogy megölte a feleségét. Aha. Jó. Viszont, hogy mi történt, azt majd a következő adásban tudjuk meg, mert hogy lejárt az adásidőnk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!